Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Mai műsorunkban Zubai Szabival fogunk beszélgetni, aki nemrégiben még ugye szegedi beállóként szórta a gólokat. Most már szurkolóként néha jelen van a PIK Arénában, mint az ugye megtörtént a múlt héten is, de hát ettől még minden nagyon érdekes, amit hallani fogunk, legalábbis bízom benne. Szia Szabi! Sziasztok! Köszi, hogy mindenkit. Beszélgetsz velünk. Na, hát ez ugye hivatalos formában már megtörtént egy héttel ezelőtt is, azon a bizonyos BL meccsen, történelmi BL meccsen a Veszprém ellen, hiszen a találkozó előtt iratkoztál vidáman, felszabadultan, és sugárzott rólad a derülátás, hogy na most ezt majd behúzzuk, és jól megszorongatjuk a Veszprémet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy téged is rettenetesen sokkolt, ami történt. Mennyi idő kellett egyáltalán, hogy felöcsúdjál, hogy úristen, ez most itt nagyon csúnya lett. Üdvözlök mindenkit. Akkor haladnék kronológiailag. Érkezésed nekem jó érzésem volt, mert úgy gondoltam, hogy ebből a hullámzó szezonból, vagy ebből a lefelé ívelő szezonból valamikor el kell mozdulni a Szegednek felfelé, és szerintem a legjobb alkalom volt erre. Ez a Szeged, Veszprém, Veszprém, Szeged, BL találkozó. Jobban örültem neki, mint hogyha egy Kielt, Kielcét, Nantot, PSG-t, vagy bárkit kaptunk volna, mert ez egy derbi. Tehát tök mindegy, kihanyadik a tabellán, ki hogy érkezik ide. Ez egy Fradi Újpest, egy Real Madrid, egy Barcelona. Itt úgy gondolom, hogy a játékosoknak azért mindig sokkal nagyobb az adrenalinjuk, mikor egymás ellen játszanak, mert mégiscsak két hazai csapatról, vagy hazai bajnokiról lenne szó, de ugye itt BR-ről volt szó, és itt, amit mondtál, hogy történelmi, igazából ugye először találkozott ez a két csapat a BL-ben. Hát ahogy elkezdődött a mérkőzés, jó érzésem az sajnos elég gyorsan elmúlt, mondjuk ott a 10. perc környékén, amikor még mindig gól nélkül volt a Szeged csapata. Skala 2-vel előttem ült, azért ment a kommunikáció. Én mondtam, hogy Skala, mit gondolsz, hogy ő Szabi hátrafordulva mondta ő is a magáét. A kislányom mellettem balra kérdezte köztetízni az első fél időben, hogy van-e még esélyünk nyerni. Mondtam neki, hogy egyébként van, mert volt már ilyen a történelemben, de mondom, a meccsnek a menete, ritmusa, vagy ahogy a dolgok kinéznek, nem azt érzem, hogy ebből győzelem lehet. Aztán a másik fél időben már közte 12-3 volt, és ugye úgy fordultunk a fél időről. Akkor én Skalának a fél idő elején mondtam, hogy mit gondol, mennyit írna most alá, mint edző. Mondta, hogy ezt az öt gólt mondaná. Ő mondta, hogy én ugyanígy 4-6 között mondanám azt, hogy azt most aláírnám, hogy annyi legyen a vége. Én erre is számítottam egyébként, hogy ez a veszprémi felfelévelés azért valahol a kézilabda menetében meg kell, hogy törjünk, és egy kicsit közelebb tudunk jönni hozzájuk. Ahhoz képest második fél idő közepén már azért izgultam, hogy ne legyen közte, és csúlyán kimondom a szót, 20. Mert a meccs képe számomra ez volt, hogy 9 éves korom óta nézek kézilabdát, 39 leszek nem sokára, tehát 30 év alatt nem sok ilyen mérkőzés láttam, hál' Istennek, de ez egy olyan sokkoló hatás volt, úgy a csarnokban ülni, ahogy végignéztem a tele csarnokon, mindenki kékbe, most persze a veszprémi szektort kivéve, és mindenki csak ült, és láttam, hogy mellettem is, előttem is, jobbra-balra mindenki csak ül és néz, és sok hatásként kezeli ezt a dolgot, mert az emberek nem erre számítottak egyrészt, másrészt pedig ezt tényleg nem hitték el, hogy ez most itt megtörténik. Én visszakanyarodnék egy picit a mérkőzés elejére, illetve elé. Ugye nyilván te is régi játékosként érezted azt a szituációt, hogy iszonyú feszültség van a játékosokon. Tehát, hogy kezdődött a mérkőzés, mind a két csapat játékosain látszott, hogy hát az átlagosnál is nagyobb feszültségben vannak. Ugye a Veszprém is kihagyta az elején a lövéseit, eladott labdák, azt hiszem 5 percig talán egyáltalán nem volt gól. És akkor úgy én azt éreztem, hogy na ebből a feszültségből az a csapat, amelyik egy picit hamarabb lábra kap, na az nagyon megnyerheti ezt a meccset, mert sokszor ez így néz ki, hogy akinek hamarabb sikerül levetnie azt a békjót a lábáról, ami ilyenkor ugye megbénítja a játékosokat, ők ugye elszabadulnak, mint a vadlovak,
És itt ugye az történt, hogy nagy nehezen a Veszprém lőtt egy-két gólt, és még a 10. percben is csak egy kaput eltaláló lövése volt a Szegednek, azt is 7-esből ugye kivétel akkor áll lesz. Tehát szerintem ez ott eldőlt, hogy a Veszprém hamarabb lábra kapott 5 perccel, és onnantól ők jól játszottak, és a Szegedbe talán az felrémlett, hogy úristen, ezt a meccset nagyon is elveszthetjük, mint az Aalborgot például, vagy a Barcelonának a végét, és onnantól kezdve egy ilyen félelemben játszottak szerintem a játékosok, és sorba jöttek a rosszabbnál rosszabb megoldások, tehát még nem is kellett néha nagyon megerőltetnie magát a veszprémi védelemnek, a kezükbe odapasszolták a labdákat. Te ezt mennyire érezted, ezt a feszültséget, meg ezt a lélektani pillanatot, hogy na, nem sikerül elengedni ezt a bilincset? Én ezt egyébként akkor még visszább mennék, ahogy te mondtad, nem csak erre a mérkőzésre gondolom ezt, hanem az egész évük ilyen volt, hogy mintha ilyen görcsbe lettek volna, hogy nem megy, nem úgy megy, kellene, de nem tudom, hogy azt éreztem rajtuk, amit egész évben éreztem rajtuk, és meccs közben volt két megközelítésem a dolgoknak. Az egyik, hogy nálam ez már nem edzőkérdés, ez a fajta hozzáállás vagy görcsösség, és utána egyébként, de visszaforgatnám ezt a dolgot, mert ez már az elmúlt évek, nálam az elmúlt évek halmozott edzői nyomása, hogy már én úgy érzem, hogy egyik játékos se hiszi el azt, hogy ő tud egyébként kézilabdázni, vagy egyébként ő jó játékos volt, vagy amit tudott 3 évvel, vagy 2 évvel ezelőtt, azt most még meg tudja csinálni. Én igazából ezt a fajta görcsösséget és nem magabiztosságot éreztem rajtuk ezen a mérkőzésen is, amit egész évben éreztem rajtuk. Egyébként szívemből szólsz, mert Atival ugye mi rendszeresen beszélgetünk itt, és ebben azért van nézetkülönbség köztünk, hogy ő, mint egy nagyon jó védőügyvéd, mindig megtalálja. Hát most az Aalborg most élete formájában volt, hát most a Barcelona a világ legjobb csapata. Tehát mindig megvan az adott magyarázat, ami egyébként teljesen jogos is, és most is így van, ahogy mondja. Csak én is úgy látom, hogy ez egy tendencia, és egyáltalán nem a véletlenből, a semmiből jött ez a hatalmas összeomlás, hanem itt mérhetetlen feszültség halmozódik fel a játékosokban hónapok, sőt, egyetértek veled, valószínűleg évek óta, és most már ez olyan, mint egy totálisan megromlott házasság, ahol valószínűleg mind a kettő jót akar, tehát én abszolút azt feltételezem, Juan Carlos Pastor a legjobbat akarja, és a tudás a legjavát adja. De szerintem már teljesen mindegy, hogy mit mond, mert olyan félte allergén reakció jöhet valószínűleg tudat alatt a játékosokból, hogy ez megbénítja őket igazi téthelyzetben, mert ez az volt. És erre nem tudom, hogy ez hogy lehet feloldani. Tehát te mit csinálnál ebben a helyzetben? Hát ugye most két opcionális lehetőség van. Az egyik, ugye már mi bejelentettek, hogy a Juan Carlos Pastor távozik a nyáron, hogy ezt a nyarat kivárják, vagy pedig minél hamarabb megválnak az útjék egymástól, hogy most melyik a jó megoldás, én nem tudom. Ezt na de te, a kérdés erre vonatkozott, ezt ugye föltettük a nézőinknek is. Nekem kéne döntenem? Igen, mondjuk te vagy a főnök. Nekem kéne most döntenem, akkor én most megválnék. És én most már úgy folytatnám, tehát én ezt nem engedném tovább érni. De nem biztos, hogy ez a jó döntés, tehát ezt hangsúlyozom, mert a pásztor... Ez csak utólag derül ki nyilván. Bocsánat, a pásztormesterben azért az mindig benne van, hogy valami isteni szikra folytán, vagy csettintés, vagy nem tudom, barázsütés szerűen egy magyar bajnokságot, vagy egy magyar kupát meg tudnak nyerni. Most egyébként én nem látom reálisnak egyiket se, de hogyha a játékosokat nézem, akkor azt mondom, hogy ezek a játékosok nem rosszabbak egyébként, mint amik az elmúlt években voltak, amivel bajnokságot vagy magyar kupát nyertek, és tehát benne lehet az, hogy valamit elcsípnek. Közelebb érzem azt, hogy egy magyar kupát, ahol egy meccsen dől el a magyar kupának a sorsa, de hogy ez így lesz, vagy nem így lesz, azt nem tudom. Azt látom én, hogy ez a dolog már egész évben nem működött, és hogy mondtátok, hogy egy Aalborg, egy Barcelona, tehát nem az első olyan csúnya zakó volt, ami nagyon rosszá ízt adott a szegedi csapatnak, vagy a szegedi szurkolóknak, és most ráadásul ezt a Veszprém ellen kellett átélniük. Hát nem tudom, a Barcelona mennyire örülne, hogy ezt egy Real Madrid ellen kellene pont átélnie. Szerintem nem nagyon. Én valószínűleg ezt a megoldást választanám, amit ugye már mondtam. Attila, te melyiket választanád? Nem valottál szinte a harmadik fél időben, mint ha jól emlékszem. És tényleg, te vagy, tessék, a Szeged szakosztályvezetője, tulajdonos elnöke, te kezedben a döntés. Mit döntöd?
Hát igen, én ugye egész évben végül is amellett, vagy az volt a véleményem, hogy ez egy jó megoldás volt, hogy megmondták előre, hogy oké, a szezon végén elmegy, megcsinálja a szezon tisztességesen, és akkor azt lehetett várni joggal, és voltak ennek jelei is, hogy ez azért egy picit felszabadítja a játékosokat, meg az edző igen. közötti viszonyt, és akkor ez így jobban fog menni. Ebben egyetértettünk egyébként. Igen, igen. És ebben simán benne volt, hogy jó döntés. És ehhez képest ez a pofon, ez most velem is azt mondatja, hogy valahol ez az elmélet megtört, vagy ez a gyakorlat pontosabban, mert az elmélet mindegy, mert a pályán kell teljesíteni. Tehát most én is azt mondom, hogy lehet, hogy egy másodszorra kellene befejezni a szezon, csak ugye a probléma az, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy ki lesz a jövő edző. Valószínűleg, hogyha már tudjuk is, nem szabad erre az utolsó két hónapra, vagy legalábbis, ha az lenne, akkor valószínűleg már itt lenne. És az pedig nem biztos, hogy egy nagy ötlet, hogy most két hónapra valakit valahonnan ide rángatni. Nem is biztos, hogy sok edző ezt, komoly edző elvállalná. Az pedig, hogy bedobjuk a lovak közé a gyeplőt teljesen, ez egy ilyen klubnál azért nem működik szerintem. Például Krivokapisnak nem lehetne odaadni ezt a pár meccset? Nem gondolom. Én nem hiszem, hogy ő ezt elvállalná. Nem? Nem. Tehát szerintem, mert azért van egy lojalitás a vezetőedző felé. Én őt úgy ismerem, hogy ő abszolút a pásztornak a hogy is mondjam, csak a bizalmasa, tehát lehet, hogy azt elvállal, nem tudom. Mindenesetre az a helyzet, hogy vagy ott a pálya szélén a meccs után ezt meg kellett volna hozni, ezt a döntést, vagy pedig ugye most mindenki azt várta, hogy elmennek Tatabányára, és majd ott is kikapnak, mert ugye ez úgy benne volt a levegőbe. És nyerni tudtak Tatabányán úgy, hogy egyébként a Veszprém meg nem tudta megverni a Nekát. És azért ez azt mutatja nekem, hogy azért van még tartás ebbe a csapatban, mert ott 4500 néző előtt Tatabányán nyerni egy szoros meccsen, az nem láttam sajnos a meccset, de biztos jó lelki állapotban kellett ott lenni a meccs végén. Én láttam, bocsánat, és nem úgy csak megnyerték, hanem inkább az 5-6 gól volt, 4-5-6 gól, csak kettő az a végén, tulajdonképpen a Tatabányára volt hizelgő. Tehát nekem ez azt mutatja, hogy talpra állt azért a csapat. Nagyon nehéz ezt most így tényleg jó döntést hozni. Ráadásul ugye azért ez a döntetlenje a Nekával a Veszprémnek azt jelenti, hogy ha egy pici góllal a Szegeden meg tudják verni a bajnoki alapszakasz végén ugye a Veszprémet, akkor pályaválasztók lesznek a döntőbe, amit, ha jól tudom, most két nyert meccsre játszanak. Tehát azért az egy nagy előny lehet. Hát ezt láthattuk a múlt héten. Jó, hát figyelj, azért ez nem úgy van, hogy egyszer nyersz 13 góllal idegenbe, azt utána ez mindig így lesz. Persze. Tehát nehéz itt azért okosnak lenni. Én inkább azt kérdezném a Szabitól, hogy te, aki azért dolgoztál a pásztorral, hogy próbáljunk már egy kicsit a mélyére menni, hogy mi történik ilyenkor a csapattal vagy a játékosokkal. Mert nekem ugye az a véleményem, hogy ugye van egy rendszer, amiben ilyen nagyon aprólékosan mindenkinek meg van mondva, hogy mit kell csinálni, és ha azt mindenki csinálja, akkor elvileg jól működik a dolog. Na most ugye mindenki próbálgatja csinálni, de nem működik, és ebből kifolyólag picit kikilépdesnek a játékosok a rendszerből, ami aztán még rosszabbá teszi a dolgot. És én azt látom itt a fő problémának, hogy már nem működik a szisztéma, hogy úgy mondjam, tudod, amit szokott mondani a pásztor, a szisztém, de a játékosok meg nincsenek olyan formában, meg olyan sport állapotban, hogy így mondjam, hogy meg tudják maguk oldani a dolgokat, hanem csak ráteszik a plusz hibáikat, és ebből aztán tényleg kijön ez a katasztrófa. Igen, szóval én 5 évet dolgoztam pásztorral, 2 évennék azt a dolgokat a pásztor szerintem taktikailag, és akkor nevezzük szisztemnek, felkészültségben, videózásra, elemzésre, a játékosok felkészítése az ellenfélből. Én úgy gondolom, hogy 10-es skálán 10-es. Tehát, hogy ott aztán tényleg mindenki van elemezve, még az is, hogy ha te jobb szemeddel így nézel, a bal lábad így áll, merre kell mennie, hova megy, hova fog menni, és egyébként
80-90%-ban be is jön mindig, amit mond. Tehát nagyon jól felkészít. Itt a másik részét is, én az emberi részét fognám meg egy kicsit, ami miatt ez az egész az évek alatt, mert én ezt az évekre vinném vissza, kialakulhatott a csapat és a játékosok között. Ez az egyik dolog, hogy mint edző felkészültségben és felkészíti a csapatot, szinte tökéletes. A másik oldala viszont az emberi tényező. A Pásztor egy nagyon nehéz ember, és nem azt mondtam, hogy rossz ember, ezt hangsúlyoznám, mielőtt bárki ezt kiforgatná, hanem egy nagyon nehéz ember. Ő mindig egyet helyez előre a csapatot. Tehát az, hogy te mint egyén benne vagy, mint ahogy engem már, bocsánat, így kilettem pöckölve, vagy Vadkerti Attila, vagy nem menjünk tovább ezen a névsoron. Nem mondom azt, hogy ellenem tette, vagy ellene, vagy a másik ellen tette, hanem azért tette, mert ő abban hit, hogy ezt így csinálja, akkor a csapatnak ez jobb lesz. Ezt a részét én még el tudnám fogadni egyébként, hogyha ez úgy is lett volna közölve előre, nem pedig utólagos magyarázkodással lenne ez a dolog, lett volna ez a dolog belénk folytva. És akkor itt jön az a része, amit mondani akarok, hogy az emberi része viszont nem mindig stimmel a játékosokkal, és ebből előbb-utóbb kialakul egy edző és egy játékos, most egy játékos, két játékos, három, négy, öt, hat játékos között, azt nem tudom, de két-három évente az ő nehéz emberi természete miatt azért sok ember le volt cserélve Szegeden. Most ez a sok csere, ez a játékos csere nem volt. Nem történt meg tavaly, vagy tavaly előtt, tehát relatív ugyanazzal a brigáddal mentek, és nem volt olyan vérfrissítés, akivel még ne lépte volna ezeket a dolgokat meg, ami miatt mondjuk kialakulna közöttük egy olyasfajta nézeteltérés, amiből utána elég nehéz visszajönni, vagy bizonyos játékosok sértődve érzik magukat, és már nem tudják túltenni magukat rajta, mert nézd, azért itt sok dolgot látni kell, ezekből a játékosokból nagy többsége, és a szó jó értelmében mondom, zsoldos. Tehát ő itt van, játszik, eléri az eredményt, nem éri az eredményt, felveszi a fizetést, és utána hazamegy. Még nekem szívem ügyem volt ez a Pik Szeged, és amikor én nem játszottam, de lehetőséget kaptam, én akkor se tudtam eltűrni azt, vagy elviselni azt, hogy mondjuk egy gyöngyösön leikszelünk, és akkor embereket kell neki vágni a falnak, vagy ordibálni kell valakivel, hogy kap össze magad, csak egy gyöngyösen játszol, nem egy THV killel, vagy nem egy Párizsal. Ez viszont én úgy gondolom, hogy nem mindenkiben van meg, tehát szerintem kéne úgy rendet rakni ott a fejekben az öltözőben, hogy egy-két ember odálljon, és azt mondja, hogy te figyelj, azért ezt ne csináld, ne égesd le a csapatot, szépen csúnyán vagy akárhogy, és ebben mondtam az elén azt, hogy bizonyos részben ez már szerintem túlmegy az edző, mert itt a játékosoknak saját maguk felé is lehetne olyan, hogy ezt azért nem, tehát ezt azért nem engedem meg, akármennyire is mondjuk nem szeretem őt, vagy szeretem őt, ezen azért szerintem túl kéne tenni az embereknek magukat, mert mégiscsak minden hónapban megkapod a fizetést, nem biztos, hogy a tizedikét meg kell várni, hanem már elsőjén vagy másodikán csipog, tehát Lexussal jársz, nem tudom mi az, ami jobb környezetben lehet felkészülni mérkőzésekre, vagy jobb csapatban lehetne játszani, mert itt minden adott. Tehát úgy de család, Szabi, de te is éreztél, de ugye a szurkolók írtak egy levelet, iszonyatosan kiakadtak, mert ugye hozzáállásbeli problémát is éreztél. Éreztek te is? Tehát azt mondod, hogy igen, ez nem csak igen, arról szólt, igen, hogy... de ezt a fajta hozzáállást már az elmúlt évek alakította ki úgy a Pásztor és a csapat között, ahol a játékosok nagy többsége már az én érzésem szerint, és ezt nem úgy mondom, hogy beszélgettem velük, mert ezekről nem beszélgettem velük, hogy fú, csak legyen már vége, szabaduljak meg ettől az embertől. Én ezt érzem. Nekem már tök mindegy, hogy csak szabaduljak meg tőle. Ugye a Pásztornál, amit mondtam, mint nehéz ember, ehhez az is hozzátartozik, hogy egy olyan fajta maximalista ember, aki a jót természetesnek veszi, és azért nem dicsér. A rosszat mondja, hogy ez viszont rossz, ezt így csináld, ezt úgy csináld, ezt amúgy csináld, ezt amúgy csináld. Ezt így kellett volna, ezt úgy kellett volna, ezt amúgy kellett volna. A jóról nem beszélünk, mert az természetes. A rossz viszont súlykolva van, hogy kellett volna, mint kellett volna. Én ezzel nem értek egyet, mert hogy szerintem a pozitív megerősítés ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint az, hogy a hibáinkat kielemezzük. És ebből a sok összetevős tényezőből előbb-utóbb ez a történet ideért, ahol most tartunk. Én most visszamegyek egy kicsit az időbe, én már tavaly nem éreztem azt, hogy bajnokságot tudunk nyerni, és nekem már tavaly leívelőben volt ez a csapat, ha mondhatom így, és egy hatalmas nagy bravúr, és mondhatjuk, hogy a Pásztor szerencse, vagy amit mondtam az elén, hogy a Pásztornak a csillagképe, vagy a varázscsettintése, hogy úgy jön össze, hogy egy magyar bajnokságot be tudtak húzni, de nekem már tavaly is ez az érzésem volt, nekem személy szerint, és ez nem biztos, hogy így van, még egyszer hangsúlyozom, de nekem már tavaly is ez az érzésem volt, és ez nálam az idei szezonban, hát ez egyelőre
mutatom, hogy nálam ez egyelőre így ment végig, és most valahol itt tartunk, valahol itt. Tehát ebben még ez benne van, hogy a vulkán kitör, nem mondom, hogy nem, de nekem a tavalyi év, úgyhogy bajnokok lettünk, folytatása volt ez az év. Abszolút. Nekem van egy teóriám egyébként, ha már egy szóba került a Tatabánya Szeged meg a NECA Veszprém meccs, ugye, ami döntetlenül végződött, hogy ez paradox módon, én ezt végig gondoltam, szerintem ez iszonyatosan rosszul jön a Szegednek. Mert ha most a Veszprém nyert, mert ugye most Veszprémben is balhé van. Azért olvastuk Illis nyilatkozatát, a vezetőkét, rendesen kiakadtak ezen az X-en. Tehát most 13 ide, 13 oda, nagyon össze fogják magukat kapni szerintem a Szeged ellen, mert hát ezt valahol ki kell köszörülni, ezt a döntetlenes csorbát, ami ugye a NECA-n történt. Ha ellenben nyertek volna 5-6 góllal, akkor lehet, hogy ez egy ilyen lazább kis meccs lett volna, és akkor még van esélye egy tisztes helytállása. Így szerint így is van, csak így szerintem sokkal kevesebb. Mit gondoltok? Hát, én annyit vetnék közbe, hogy tehát a BL oda-vissza meccs, az 99% hogy eldőlt már, mint a továbbjutás. Tehát igazából, nem a továbbjutásról beszélek, hanem hogy milyen meccs lesz. Igen, igen, de az pedig, tehát ha a Szeged arra számít, vagy a játékosok arra számítanak, hogy azért nem kapunk ki nagyon, mert majd a Veszprém nem akar minket nagyon megverni, vagy éppen rossz formában van, az már régen rossz. Tehát egy ilyen meccsre úgy kell elmenni, hogy magukba bíznak, és azt mondják, hogy mi vagyunk a Pik Szeged, vagy a másik, vagy a harmadik csapat, és tisztességesen helyt fogunk állni. És egyébként a szezon szempontjából, ugye most nem tudom hány meccs még lesz a Veszprém ellen, de nem a következő most már a legfontosabb, hanem a többi. És ahhoz képest kell azt az arcukat mutatni, hogy önmagukban elég erősek ahhoz, hogy egy Veszprémnek ellenálljanak bármilyen körülmények között. Tehát inkább szerintem ebből a hétvégéből az a nagyobb tanulság, hogy nem hullott atomjaira azért a Pik Szeged, hanem összekapták magukat, és ez erőt adhat. Abba biztos vagyok, hogy a visszavágón a Veszprém megpróbálja túllőni még a 13-at is, hogyha rajtuk múlik, mert nincs kegyelem a két csapat között ilyen értelemben. És az, hogy az egy jó meccs lesz-e, az nem a Veszprémen fog múlni, hanem hogy a szegediek hogy fogják azt a meccset hozni. És Szabi, azóta beszélgettél egyébként valakivel, mert azért gondolom, egyáltalán napi kapcsolatban vagy a Szeged magyarjaival? Persze, hát arról Léka mindenféleképpen. Most nem azt mondom, hogy napi kapcsolatban, mert én is elég sokat dolgozok, ők is eléggé leterheltek. Roléknál is ott a két gyerek, még nem is tudom, 2 vagy 3 hónapjával ezelőtt volt az, hogy átjöttek a helyezni, és pont a picinek akkor lett előtte egy-két nappal középfőgyulladás, úgyhogy 10 perc után már mentek is az orvoshoz, tehát hogy a kapcsolatot tartjuk, csak nehéz összehozni, ezt akarom mondani, hogy állandóan kontaktban legyünk, de azért össze szoktunk futni, ebédelni, akkor beszélünk. Én amennyire lehet egyébként, nagyjából kerülöm ezt a fajta kézilabda beszélgetést, max annyit kérdezek meg tőle, hogy jól vagy, minden rendben, sérülés, lelked, ilyesmi, hogy van, de én azt, hogy most mi van ott az öltözőben a pásztorral, meg mi történik, ezt én kerülni szoktam. Meccs után beszélgettem ott a Dekivel, meg a Gaberrel, hogy most akkor mi lesz, vagy mi van, vagy mit tudom én is. Hát a 10 perc beszélgetésünkből igazából 9 percig ültünk így egymással szembe, és mondta, hogy hát nem tudom, az a baj, nem tudom, és nem tudok mit mondani, és most per pillanat aludnom kell rá egyet, ha bár nem fogok rá semmit aludni. Átérezve ezt a dolgot, ezt mindannyian tudjuk, hogy ez hogy történik, hazamész, és hajnal 5-ig így nézed a plafont, hogy ez most tényleg megtörtént, ez hogy történhetett, vagy most mi történt, vagy mit csináltam, vagy mit kéne csinálni. Remélem, hogy ezt a fajta dolgot sikerült megtalálniuk és kiavítaniuk. Tipmixezni nem tipmixezek, viszont ha kellett volna raknom, akkor a Tatabánya Pik Szegedet én a Pik Szegedre raktam volna, mert ha nem is az egész vagyonomat tettem volna fel rá, de én úgy gondoltam, hogy ezt a vereséget, amit a Veszprémtől kaptunk hazai pályán, ezt a Tatabányán mindenféleképpen javítani fogják. Még ha nyílt meg elősen is, és egy-két gólos győzelem lesz, akkor is ezt be fogják húzni. És itt visszatérve a BL visszavágóra, én úgy gondolom, hogy
itt, hogy az Attila is elmondta, nem az a lényeg, hogy itt most aztán köztet 10 legyen, és még tovább tudunk jutni, és csináljuk meg, mert ez a dolog már szerintem is elment, ahogy mondtátok, 90-99%-ig, hanem az, hogy a saját játékosoknak önmagukba jöjjön vissza az a hite, az az önbizalma, és a edzőben, és a csapattársaiban, hogy igenis, hogy meg tudjuk csinálni, hogy most egyel kapsz ki Veszprémbe, vagy X-elsz, vagy kettőben nyersz, vagy hárommal nyersz. Itt a lényeg az szerintem, hogy bebizonyítsd azt, hogy igenis tudsz velük szoros meccset játszani Veszprémben, mert ahogy mondtátok, van még ugye Magyar Kupa döntő, meg van még bajnoki rájátszás, ami remélhetőleg három meccsig fog menni, és sok mérkőzést fognak még egymással játszani, és nem jó, hogyha ez az utolsó kép, ami most történt, ez beléjük vésődik, hanem én remélem, hogy egy jó mérkőzést fognak játszani Veszprémben, és akkor úgy tudjuk majd a Magyar Kupát és a magyar bajnokikat is megnézni, hogy jó kézilabdát, mint a Szeged, mint a Veszprém oldalán, ahol az utolsó pillanatig körömrágós lesz, mint ahogy a tavalyi bajnoki, utolsó bajnoki mérkőzés is úgy dölt el, hogy úristen, mi lesz. Most említetted a Dekit, ugye ez érdekel engem, mert egy nyilván sokkal jobban ismered a... Bocsánat, Deján Bombás, csak hogyha valaki... A Bombácsot, igen. Ja, igen, bocsánat, elnézést. Mert az ő személy azt hiszem itt egy központi tényező, hiszen ha egy játékos van, akire azt mondhatjuk, hogy a pásztor embere, hogy ilyen fordulattal éljünk, az ő, és ő tényleg nem mondhatja azt, hogy nincs 100%-os bizadalma benne az edzőnek, és az egész hányattatása a Szeged játékának azért az ő játékán nagyon tükröződik. Tehát ő is messze le van attól a teljesítménytől maradva, amit szoktunk látni tőle, és egyébként amennyire én ismerem, ez egy tök normális srác, tehát nem ez a fajta, hogy nem érdekel engem, aztán mit tudom én, majd fölveszem a pénzem, megyek haza Szlovéniába, hanem én azt feltételezem róla, hogy őt ezt legalább annyira zavarja, és nem tudom, hogy picit beszélgettél vele, hogy neki mi az érzés erről az egész dologról? Egyébként igen, neki az a fajta ember egyébként, aki mindenre tud választ mondani, vagy legalábbis tudja azt, hogy mit kellett volna, vagy hogy kellett volna csinálni, vagy mi a probléma. Hát ugye ő mégiscsak egy karmester, és ezt a szó jó értelmében mondom, mint vezéregyéniség is. Én a mérkőzés előtt lenyilatkoztam azt, hogy én miben várom azt, hogy ez a Szeged a Veszprém fölé nőjön, és én azt mondtam, hogy én abban bízok, hogy a Deki egy olyan ritmust tud adni ennek a csapatnak, és úgy tudja irányítani ezt a csapatot, és a többiek tudják követni az ő ritmusát, és akkor egy nagyon jó iramú mérkőzést és szoros mérkőzést tudunk játszani, és akár nyerni tudunk, akár több góllal is itt Szegeden. Ehhez képest én is gyengébbnek éreztem Deki teljesítményét is, és nem tudott olyan ritmust adni, amit a többieknek egyáltalán fel kellett volna venni, vagy követni tudtak volna. Most a Dekivel való beszélgetésemről annyit, hogy tényleg nem hazudok, hogy 3,5-4 percig ültünk egymásra szembe, és csak annyi volt, hogy nem tudom, mi történt, és hogy mit kéne csinálni, és nem értem ezt az egészet, hogy ez hogy történhetett meg, és hogy most nem tudok mit mondani. Na jó, hát én szerintem... Amikor már ő igen. Ezt mondja, akkor az számomra elgondolkodható, hogy húha. És utána én beleképzelem egyébként magamat az ő helyébe, vagy a helyébe, hogy egyébként mit mondanék. Hát én ugye az én habitusomnál fogva én egy-két ember falhoz vágnék, hogy nem érdekel, hogy vagy, mindent csináld. Tehát én ez a fajta vagyok a fejjel erőre, aztán van nálam okosabb oldja meg ebben az esetben a Deki, a régi csapatban meg a csasztját, ez nem az én dolgom, hogy az agy, én legyek, ők az agyak. Most elviccelgetem persze a dolgokat, de szerintem fontos az, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye egy csapaton belül, és hogyha már a Deki ezt mondja, akkor szerintem az probléma. Na jó, hát... Szerintem kiveséztük ezt jobbról, balról, előről, hátulról. Jön a visszavágó, és akkor egy picit okosabbak leszünk, meg hát meglátjuk, hogy tényleg, hogy merre, egyetem valamerre elmozdulnak-e a dolgok Szegeden, akár az idei szezont, akár a későbbieket illeti, mert ugye én ezt is hatalmas problémának érzem, és valószínűleg ez is nagy nyomás a játékosokon, hogy érzik, hogy tulajdonképpen a jövő is teljesen bizonytalan, se edző, se keret, se semmi, és ez mind így összefügghet. Na jó, Szabi, szenteljük ezt a néhány percet neked. Mondtad az előbb, hogy dolgozol, de azt például nem tudjuk, hogy mit dolgozol, ennek köze van a sporthoz, a kézilabdához, vagy te most már csak szurkoló vagy?
Hát Pixegeden persze egyértelmű szurkoló vagyok. Nem mondom, hogy minden mérkőzésre, ha gyerekeimmel múlna minden mérkőzésre ki kéne mennünk, de a BL meccsekre azért 95% a hazai BL meccseken ott vagyunk. A két kislányom már annyira várja állandóan, hogy menjünk ezekre a mérkőzésre, sőt... Mekkorák a lányaid? A nagy lányom 9 éves, a pici pedig most lesz 3, de már a pici is azt mondja, hogy Pixeged, Pixeged meccs, megyünk. Hát mondom, drágám, nem tudunk, mert tegnap voltunk, ma már nincsen meccs. Miért nincsen? Hát mondom, mert most a fiúk pihennek. És ugye elmegyünk Szegeden az Újhídon, ide vagy oda, ki van írva, hogy Pik, ugye a Szalámi gyár mindig mondja, hogy ott Pixeged, ott a meccs, a Pixeged. Mondom, az is az igen hasonló ez. A nagylányom ő így kézlabdázik Szegeden, és a kedves szerelmem pedig annyira megszerette a kézlabdát, pedig, és én ezt nagyon szerettem, én még azt sem tudta, hogy én ki vagyok, mikor megismerkedtünk és összejöttünk. Nem mint hogyha kellett volna tudni, csak azért úgy általában az emberek, úgy, akik szeretik a sportot, szokták tudni. De most már ő is nézni akarja, sőt a VB alatt 2-3-szor össze is vesztük, hogy én mondtam, hogy én ezt már ki akarom kapcsolni, én ezt már nem tudom, hogy egy mérkőzés. Ő pedig mondta, hogy meg szeretné nézni, akkor nyilatkozatok, én mondtam, hogy most már viszont kapcsol, de most már felmegy bennem a pupa, de őt nagyon érdeklik a nyilatkozatok, mondom, én azt elhiszem, csak én mondom, ott éltem nagyon sok egy, és most teljesen lejátszódik bennem, hogy hajnal 2-ig a falat fogom nézni ilyen mérkőzések után, és nem szeretném már. Úgyhogy nagyon megszerette mindenki a kézilabdát, hogy így mondjam, így családon belül is, gondolom való az én hatásomra, mutatni kellett nekik régi meccset, ahol még én játszok. Ezt a részét nagyon sajnálom egyébként, hogy nem láttak játszani, azt a részét viszont úgy mondanám, hogy mindent tiszteltem azok a játékosoké, akik 2 vagy 3 gyerek mellett ezt a sportot ilyen szinten tudják csinálni, és itt mindig az Iváncsi Geriek jutnak eszembe, amikor elmentünk válogatotthoz, hogy benne a szobában 2 meg 3 órákat FaceTime-oltak, vagy Skype-oltak, nem tudom, akkor volt-e már FaceTime, a családdal és a gyerekekkel, és mindig néztem, hogy úristen, ez milyen borzalmas érzés, lehet, hogy ők itt vannak, a pici gyereknek ott van, és most így, hogy én itthon vagyok a picikkel, és látom most a VB-t, meg ilyesmit, hogy kim vannak is, mondom, hogy egy hónapig kim vannak, mert edzőtábor, meg ilyesmit, bele se tudok gondolni, hogy ez milyen rossz érzés volt nekik, amikor én nem tudom, hogy egy héten most itthon tudnám-e hagyni őket. Jó, persze lehet, hogyha az ember abban a szituációban lenne, teljesen normális lenne, de én nagyon örülök ebből a szempontból, hogy így minden időt velük tudok tölteni. Na és hogy mit csinálok visszatérve, van Szegeden egy női kézlabda csapat, ez a PC Trade. Ezt a kézlabda csapatot csináljuk nagyrészt Badkerti Attilával együtt, és Lelákos Laluska Balázsékkal, és még hagyna soroljon nagyon sok jó emberrel. Kicsit kisebb klub, mint a Pixeged, de nagyon szeretjük, és a gyerekeink nagyon ügyesek, és tavaly például az U14-U15-ünk az Magyarországon ezüstérmes és bronzérmes lett, úgyhogy csak a NEK-tól, a másik korosztályunk pedig a NEK-tól is a Győrtől kapott ki, tehát nagyon szép eredményeink vannak utánpótlásban. A felnőtt csapatunk az most MB2-ben van, a tegnapi nap folyamán sikerült elérnünk azt, hogy valószínűleg 99%, hogy visszajutunk MB1-be, és ezen kívül még a Körtével, Vadkerti Attilával, meg Ákossal csinálunk egy export céget, ami Kálival és Csokival foglalkozik. Úgyhogy le vagyunk terhelve. Na, együtt visszatérve azért lehet, hogy kevesen emlékeznek rá a nézőink közül, mert nem tegnap volt, de azért a Szegednek nagyon jó kis NB1-es női kézilabda csapata volt. 90-es évek. Ezt én is hírekből tudom. Igen? Na, hát én még így jártam is le. Úgy volt, éltem, vagy foglalkoztam a kézilabdával. Hát akkor mondom neked. Csenevész voltam, de igen, tudom. Mondom neked, hogy nagyon jó kis csapat volt. Szegeden több válogatott játékost is adott a Szeged, úgyhogy visszahozhatjátok ezeket az időket. Ez ugye, ez a korral jön, hogy egyre több női kézilabda. Viszont azt mindenképpen el akarom neked mondani, hogy a meccs utáni gyerekparti a pályán, ott egyre magasabb színvonalon megy a kézilabda, szoktam nézni, és ez szerintem egy iszonyú jó kezdeményezés, mert ez nem mindenhol van egyébként, hogy így beengedik a gyerekeket idézőjelbe örjöngeni a pályára, de hát ez szerintem tök klassz. És én is úgy gondolom egyébként, és ez nagyon nagy köszönet, hogy gyerekek át tudják élni ugyanazt, hogy amit a játékosok, hogy lemehetnek a pályára. Most nem azt élték át, remélhetőleg, hogy a játékosok. Igen, de ezek a gyerekek attól függetlenül, hogy egy-két percre szomorúak, hogy az apukájuk kikapott, vagy ilyesmi. Nekünk például itthon úgy kell elindulni, hogy apa a táskába bele van rakva a két kézilabda, mondom, bele van rakva, és akkor én egész meccsen, meccsel a táskába a járkában,
amikor mindenki kérdez, hogy mit viszel, mondom, két kézilabdát, meg a pulcsi kabátok vannak benne, és a meccsből még van vissza 5 perc, már ott kell állnunk lefelé, hogy na, akkor mondom, még nem tudunk, még nem, még van 2 perc, még van 2 perc, és amint a csapatok elmennek, már rohannunk kell befelé. Erről tudnék mesélni, az én fiaim pontosan ugyanígy szerették meg a sportot, hogy jöttek a közvetítésekre, és alig várták, majd vége legyen, és lehessen bevenni abszolút a pályára. Nagyon jó dolog, abszolút. Na, hát úgyhogy akkor azért van itt kapaszkodó, mert Szegeden imádják a kézilabdát a gyerekek és a felnőttek, és előbb-utóbb jön a felemelkedés, így vagy úgy, ezzel vagy azzal, de biztos vagyok benne, hogy kiegyenesednek a dolgok. Szabi, köszönöm szépen, hogy legyen úgy. Beszélgettél. Köszönöm. Velünk, örömnek a figyelmet, köszönjük, ez volt mára az extra, viszont edesre.